Szia, Pogé! Hello, Feri! A témánk az a titokzatos kínai hitel. Ezt a címet adtuk neki, hogy titokzatos kínai hitel. Szerintem kezdjük azzal, hogy titokzatos-e, giga hitele, -e, és aztán meg térünk rá arra, hogy megérte ezt felvennünk. Szóval az első kérdés, hogy elmondható hogy ez egy titokzatos hitelfelvétel volt? Hát igen, tehát én erre a, kérdést igen válaszolnék. Azt gondolom, hogy, hogy már csak arra is tekintettel, hogy ahogyan ez kiderült, tehát ez nem egy, nem egy bejelentés volt, nem egy közlemény volt, nem az volt, hogy a minisztérium vagy az államadosságkezelőközpont bárki erről nyilvánosságban megszólalt, hanem mint egy véletlenül derült ki ez tulajdonképpen, hogy, hogy volt egy ilyen, és azért ilyen nagyságrendű hitelfelvételeknél az, azt gondolom, hogy, hogy ez egy többnyire, többnyire erősebb kommunikációs szokta kísérni. Tehát ha hasonló nagyságrendű piaci hitelfelvétel van, ab, arról biztosan van legalább egy sajtóközlemény, amiről tudomást szerzünk arról, hogy akkor itt tudom én, kötvény, kibocsátás, Japánban ennyi yen, vagy ennyi dollár, máshol, vagy ennyi euró amott. Ez, ez ugye nem egy ilyen típusú hitelfelvétel volt, ez nem egy piaci hitel. Ezt gyakorlatilag a hát gyakorlatilag a kínai államtól kaptuk ezt a hitelt, és persze lehet azt mondani, hogy de hát kínai bankok nyújtották, de azt tudjuk, hogy azért a kínai bankrendszer és a kínai állam viszonya az azért egy teljesen más típusú viszony, mint mondjuk a, a nem tudom, Magyarországon a, a kereskedelmi bankok és az állam viszonya. Tehát ott azért, amit a kínai bank ad hitelt, azt a kínai állam adja azt a hitet. Úgyhogy ilyen értelemben szokatlan volt, és, egy és, és kicsit ilyen titkolózó volt. De egyébként azt nem gondolom, hogy, hogy az a az a típusú euh, média felhajtása, ami jövezte a napvilágra kerülése után, az a volumenét illetően euh, szerintem annyira nem volt indokolt. Jó, a volumenre mindjárt el fogunk térni. Tehát abban egyetértek veled, hogy ahogy ez kiderült, ez tulajdonképpen a titokzatosságát erősítette, és tényleg máskor bejelentés lett volna e tekintetben. A kínai bankok alapvetően nagy állami bankok, tehát ezek állami tulajdonban vannak, tehát ezzel is egyetértek, hogyha nagy kínai bankok hitelt adnak Magyarországnak, akkor valójában a kínai államod hitelt, ami szerintem még erősíti a titokzatosságát, hogy máig nem tudjuk a kamatot, tehát szerintem ez is egy nagyon fontos kérdés, hogyha fölvesz Magyarország hitelt, akkor szerintem Hát akár az állampolgárokra, akár a befektetőkre, akik mondjuk finanszírozzák Magyarországot, tartozna egyébként, szerintem tudnunk kéne, hogy milyen kamattal veszünk fel hitelt. Ez többször probléma volt már, ugye te például a paks építéséhez felvett orosz hitelnél és se tudjuk mind a mai napig a kamatot. Én, ha mondjuk egy nagy befektető lennék, és mondjuk nagy tételben vásárolnék magyar állampapírt, akkor azért szeretném tudni, hogy ez az állam egyébként honnan más, honnan vesz még fel hitelt, és milyen kamattal, vagy hát egy egyszerű hétköznapi állampolgár, aki mondjuk választásokon szavaz. Szerintem ránk tartozik, hogy milyen kamattal veszünk fel hitelt, szóval szerintem ez is erősíti azt, hogy ez egy titokzatos hitel. És az, hogy ezt nem jelentették be, azt szerintem azt sejteti, hogy hát legalábbis azt érzékeli a kormányzat, hogy ez egy érzékenyebb dolog, tehát nem ugyanaz, mint hogyha mondjuk egy nem tudom, európai intézménytől vettünk volna fel hitelt. Azt nem mondom, hogy kifejezetten kínos, de azt mondanám, hogy érzékenyebb Kínától fölvenni hitelt. Menjünk akkor erre a giga részre, tehát hogy titokzatos kínai gigahitel, gigahitele ez, ugye így lett a sajtóban tálalva, hogy ez egy gigahitel az. Hát a az, hogy egy milliárd euró, ez, ez úgy soknak tűnik, és hogyha ezt forintosítjuk, hogy ez... Nyilván éppen a napi árfolyamtól függ, és hogy, hogy a, amikor ez, nem tudom, hogy magában a szerződésben egyébként hogy van szabályozva, hogy milyen árfolyamon van ez elszámolva. Magyar állam, Nagyság... könyvére, magyar állam könyveibe 395 körüli árfolyamon kell. Igen, tehát nagyságrendileg 400 milliárd, nagyságrendileg 400 milliárd forintról van szó. Ugye ez a, a teljes hitelállományhoz képest azért nem sok. A teljes hitelállomány, tehát a magyar állam teljes Tartozásának, a, a, a Tartozás állományához képest ez nem sok. Ha már csak a devizában felállók nézem, még akkor sem mondhatom, hogy nagyon sok, azért ott már látszik. Most, mielőtt elkezdtünk beszélgetni, utána néztem, is, és 14%-ot találtam, hogy ez a, a márciusban, amikor ez lekönyvelésre került akkor a, a, a teljes a állománynak a 14%-án tette ki, ami azért már egy látható szám, ez még mindig nem egy, egy óriási arány, hogy 14%-a, de ez már egy látható. E, és itt inkább azt gondolom, hogy, hogy, a, hogy ennek a titokzatossága volt az, ami, ami összekapcsolódott, vagy ami hozzá kapcsolódott ehhez a mértékhez, és akkor így, így vált egy picit olyan, olyan furcsává és akár félelemkeltévé is, illetve, illetve az, hogy ehhez a 400 milliárd forint körüli 1 milliárd eurós hitelhez azért még jönnek hozzá bizonyos tételek, ugye itt valamelyik online lapnak a gyűjtése volt az a napokban, hogy összesen, összesen azért már 1000 milliárd Forintra, rú, Igen, a 444 össze, hogy hát egyrészt az ázsiai infrastruktúrális beruházási bank felé már tartozunk 72 milliárd forintos összeggel, utána van egy tartozásunk 342 milliárd kerekítek fel velé. ez ugye a Budapest-Belgrád vasútvonal, ehhez jön ez a titokzatos gigaitel, ami... 395 milliárdos forinttal szerepel az állam adósságkezelő központ kimutatásában, és ez nagyság egy 808 milliárdot tesz ki, ami a teljes magyar devizahiten állománynak a negyede. Tegyük hozzá, hogy ugye ez a deviza tehát ez nem a teljes magyar hitelállomány, viszont elég magas most a devizahitelállományunk, tehát ez egy jelentős összeg, Látszik, tehát ez egy érdemi összeg, azért hitelnek önmagában ezt az egy kínai hitelt én sem nevezném. Tehát szerintem egy kicsit ezt a sajtó felfújta. Igen, ami, ami ugye érdekes, hogy azért önmagában egyetlen aktussal, egyetlen hitelfelvétellel gyakorlatilag megduplázódott a Kínával szemben fennálló tartozásállomány. Ugye ez azért egy érdekessége a dolognak, hogy tényleg elég egy hitel felvenni, és már is kétszer annyival tartozó valakinek, és hogy a, ugye itt azért van egy olyan, illetve volt egy olyan, és egyébként a 2009-es válság után e, nagyon helyes kormányzati cél, hogy ugye a deviza adósság arányt azt, azt, lejjebb, lejjebb, és, és amennyire csak lehet még lejjebb vinni, és ugye a hazai, tehát forintban eladósodni, amennyire csak lehet, mert ugye nincsen ez az árfolyam kitettség, és azért a 2022 óta elkezdett újra nőni a devizában fennálló tartozás aránya, és most már nem tudom, 28-29 százalékot közelít. És ugye az, Jól a volt mondás, a Fidesznek a mondás, hogy 20% alatt kell. Korábban alatt. ez volt a mondás, most már az sikerült, a mondás, hogy egyébként 30. a Fidesznek, tehát hogyha valahol Igen. szerintem dicsérni érdemes ezt a kormányt, az az, hogy szemben a korábbi kormányjal, ahol fölfutott 50% környékkel, egyszer sikerült levinni 20%-ra, de valóban az van, hogy a Covid inflációs hullám alatt ez megint fölfutott és, és amikor, amikor más tekintetben ugye arról beszélünk, hogy a költségvetés kamat kiadásai mekkorák, akkor ugye azt se felejtsük el, hogy, hogy, egyáltalán mondjuk nem mindegy, hogy adott esetben egy teljes hitelállományon belül most már 30%-ot közelítő deviza hitelállomány esetében, nem mindegy, hogy, hogy 395 a forint euróárfolyam, folyam, vagy 380, a forint-euro árfolyam, hiszen ezeknek a tartozásoknak a kamatait azokat nem forintban fizetjük, vagyis hát nyilván forintot váltunk át, de hogy mennyi forintot kell átváltani, és ez mennyi kiadás jelent a költségvetésnek, ki erősen árfolyam. Figyel. Igen, tehát, tehát hogyha hogy forintban adósodunk el, a forintot tudunk nyomtatni, ott maximum az infláció lehet a gát, a... a, a devizállományunknál viszont ugye ez konkrétan arról szól, hogy hát a Magyar Nemzeti Bank nem tud dollárt, eurót, rennimbit, jent, bármi mást nyomtatni, tehát itt nagyon komoly árfolyam hatás tud lenni, és ezt láttuk egyébként 2022-ben például. Szóval nem annyira jó dolog kifelé eladósodni, de ha már kifelé, akkor szerinted mennyire gáz az, hogy Kína felé adósodunk el? Tehát más -e Kínának tartozni, mint másfelé? Hát én ugye én nem, vagyok, nem vagyok, nem, vagyok, szakértője, nem vagyok Kína szakértő, és ő szerintem te többet tudsz erről, mint én, de, de azt tudom, hogy, hogy, hogy vannak rossz példák. Mondjuk Montenegro esetét szokták emlegetni, ami autópályaépítéshez az felvett kínai hitel, hát hogy mondjam, szépen és, és finoman, tehát mondjuk, mondjuk úgy, hogy kedvezőtlen helyzetbe hozta. Igen, csak kedvezőtlen helyzetbe hozta a Montenegrói. Hozta őket, vagy összín hozták összín. ők magukat? Mert én azt látom egyébként azokból az anyagokból, tehát szerintem a sajtóban nagyon el van terjedve ez a kínai adósságdiplomácia sztori. Tehát, hogy Kína direkt eladósítja ezeket az országokat, hogy azok komolyanak össze, hogy aztán politikai befolyást nyerjen. De az akadémiai tanulmányok, amik ezzel kapcsolatban megjelentek, azok egy, szinte egyértelműen azt mondják, hogy nem ilyen ostoba kéne, hogy ilyen dolgot csináljon. Igazából azok az országok, amiket nagyon sokat szoktak emlegetni, ezek saját maguk rontják el saját maguk sorsát, tehát mondjuk Sri Lanka, amit egy ilyen példának szoktak mondani, az az időtlen idők óta gyakorlatilag egy olyan sorsrontó ország, és ha nem Kínától vesz fel, akkor is igazából bajba jut, és hát mondjuk Montenegro is egy hasonló ország, tehát önmagában nem gondolom azt, hogy az igaz lenne, hogy Kínában lenne egy ilyen kiadott, tudatos, direktíva, hogy akkor adósságcsapdába kell hajszolni országokat. Szóval szerintem ennek ellent mondanak az akadémiai tanulmányok ezzel kapcsolatban, de ez kiírhatatlan a nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi médiából is az, hogy Kína adósságcsapdába üld az országokat. Én azt mondanám inkább, hogy attól függ, hogy mire használjuk. Tehát önmagában szerintem nem gáz. Szerintem azt is mondjuk el, hogy itt valószínűleg egyébként az Európai Uniós pénzeket helyett. Magyarország, tehát hogy évek óta mondogatják, hogy nem olyan nagy baj, ha nem jönnek azok az uniós pénzek, mert vannak más források. Szerintem ez igazából nem kis részben ilyen uniós pénzhelyettesítés. Én egyetértek veled, de az, az, az a része viszont áll a dolognak, hogy a kínai gazdaságdiplomácia tehát, hogy itt, itt két, két, dolog találkozik. Egyrészt találkozik a, az Európai Uniós források hiánya és a helyreállítási alap forrásaimnak is a hiánya. Másrészt meg a kínai gazdaságdiplomáciának az a, az a szándéka, hogy, hogy minél több módon, minél több szálon, például hitelezőként is fellépve kötődjön fejlődő gazdaságokhoz, erősítse a befolyását. Persze, tehát az, így, az, az, hogy befolyást szerez. Övezetés út, abszolút, projekt. Igen, igen. Ezzel egyetértek, a befolyás, ez nem, ez de ezt nem, nem csak Kína csinálja, csinálja. Tehát ugye korábban ez... Csinálja, igen. igen. És, és igen. ez nem arról ez szól, hogy kergetni az országokat, ez egy sima befolyásszerzés, és nekik ez nagyon jól jön. Szerintem azt is mondjuk el, hogy azért az uniós pénzek és a hitel az nem teljesen ugyanaz, tehát hogy az uniós pénzek, azok vissza nem térítendő támogatások, nem kell rá kamatot fizetni, és hát eléggé megkötött, hogy mire lehet elkölteni. Ezek a típusú hitelfelvételek, ezek viszont kamatot kell rá fizetni, tehát hogy nem ekvivalens. Sokszor a kormányzati kommunikációban ez úgy jelenik meg, hogy az egyik kiváltja a másikat, de hát szerintem ezért ez nem teljesen ugyanaz. Nem teljesen ugyanaz, az Európai Uniós források beleérte egyébként a helyreállítás alap nem, nem, kamatozó, nem hitel részét is, azok ingyen vannak, viszont mondjuk egy 1 milliárd eurós kínai kölcsönből meg lehet, nem tudom, repteret venni. Tehát, hogy ha, ha a hitelnyújtó nem ragaszkodik bizonyos felhasználáshoz, és eddig nem tudunk róla, hogy a kínai hitel mögött lenne ilyen típusú hogy szerződésben lenne ilyen típusú kikötés, akkor ezt tudod olyasmire használni, ami, amire nem, nem jók az Európai Uniós források, mert az Unió nem engedi arra használni. Mire akarjuk De az, az egyébként, Szerintem. hát mondjuk egy mondjuk reptérvásárlásra. Aha. De nem, hogy konkrétan ezt a kínai hitelt, tehát ugye ami bejelentés volt, és ez megint egy kicsit ezt a titokzatosságát erősíti, Ugye amikor az újságírók rákérdeznek, hogy mire akarjuk elkölteni, akkor ilyen nagyon-nagyon általános kategóriák jönnek, hogy nem tudom, infrastruktúrára fogjuk költeni. Tehát, hogy konkrétumot szerintem mind a mai napig nem tudunk, hogy mire is vettük fel ezt a pénzt. Nem tudunk, és, és egyébként ez az, ami amit mondtál, hogy, hogy azért ez a része a történetnek szerintem szerintem gáz. Olyan szempontból is, hogy azért egy, 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 egy átláthatóságot, egy megosztott információkat a tőkepiac, a nemzetközi tőkepiac is igényel. Meg a polgárok is. Meg a polgárok is. De Tehát, hogy, hogy sok mindenkinek érdekében állna az, hogy erről többet tudjunk. De hát azt meg, azt meg tudjuk a másik oldalon, hogy azért ez a kormányzat szereti a, a, az információs ködöt a Titkosítani állami, eh, hogy mondja hogy hívják ezeket ilyen, eh, amikor, amikor nem lehet információt kapni, valamiről van ez a eh, titkosítás, tehát állami érdek, vagy mi a francnak szokták ezeket így kódolni, eh, állambiztonsági kockázatnak, hogy mi a francnak. Tehát, hogy igazából igen, nagyon sokszor az van, hogy megint nem tudunk arról ereget, hogy ezt mire is vettük fel. Én neked nem zárom ki, hogy, hogy értelmes dologra használjuk. Tehát, hogyha mit tudom én, ebből építünk például vasúti összeköttetést a főváros és a reptér, repterek között, az például egy értelmes beruházás tudna lenni, vagy hogyha ebből mondjuk az energetikai hálózatunkat újítjuk fel adott esetben. Szóval egy, a vízközműrendszerünket, tehát egy csomó infrastruktúrális szükséglete van Magyarországnak, ahol brutálisan el vagyunk maradva, ha erre költjük, akkor ez alapvetően nem egy rossz díl, de nem tudjuk, hogy mire költjük. És szerinted a, ez a kínai hitelfelvétel, ez te mennyire, mennyire végig gondoltan, és mennyire szervesen illeszkedik ebbe a keleti nyitás politikába, ami azért az elmúlt évtizedben eléggé beleletéve a köztudatba, és, és ez a két világrendszer között hidat építünk, Konnektivitás, konnektivitás kell legszebb. Orbán Balázs elnevezés. Szerintem illeszkedik, tehát szerintem egyrészt ez egy üzenet az Unió felé, hogy hát ha nem adtok pénzt, akkor majd mi szerzünk máshonnan. Szerintem amiben még illeszkedik egyébként, az a költségvetési politika, tehát hogy egy, egy élénkítésre lesz szükség, mert nem, tud, nem akar beindulni a magyar gazdaság, és ez szerintem egy kicsit a az ilyen beruházás ösztönző dolog is, hogyha itt egy infrastruktúrális program tényleg elindul ebből a pénzből, akkor ez kicsit föl tudja pörgetni a gazdaságot legalább addig, ameddig mondjuk ezek a autógyártó, akkumulátorgyártó nagy beruházások ellen indulnak, ami azért, hogy 2025 és 2030 között meg fog történni, tehát nagyjából szerintem azt kell áthidalni a kormányzatnak, hogy ebben a 24-25-ös periódusban valahogy föl kell pörgetnie, mégiscsak a... annak ellen, beszélgettünk itt, hogy stabilizálnia kell a költségvetést, és nincs pénze a kormányzatnak a költségvetésből költeni, sőt, megszorít, de közben meg ugye föl kéne pörgetni a gazdaságot. Szerintem ez a kínai hitelez részben erről is szól, hogy közben meg hitelből pörgessük fel addig, ameddig ezek a nagy beruházások el nem viszik a, át nem veszik a stafétát a növekedésben. És akkor mit mondhatunk összefoglalóan, hogy ke kell-e félni a kínai hiteltől, kell-e félni a kínai kötődés erősítésétől? Hát szerintem azt mondhatjuk összefoglalóan, hogyha ezt egy, a sajtó ugye egy titokzatos kínai gigahitelnek nevezte, hogy titokzatosnak titokzatos, kínainak kínai, gigának nem annyira középkategóriás hitel, E, és az, hogy megérte vagy nem érte meg, az akkor fog kiderülni, hogyha majd egyszer megtudjuk, hogy milyen kamat kamatszinttel vettük fel, és mire költöttük. Szóval e, egyelőre szerintem a titokzatossága dominál ennek, meglátjuk az évek során szerintem, hogy megérte vagy nem. Szerintem még annyit üzenhetünk a kormányokban. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy nézik ezt a videót, hogy van-e a kormánytag, aki esetleg nézi a videót, de hogy a titokzatosság, az, az, mindig inkább félelmet keltő, mint sem bizalmat növelő. Tényező. Én is gondolom, szóval, hogy igazából nem is nagyon látom okát, mert előbb-utóbb úgy is ki fog derülni. Tehát szerintem csak időkérdése, hogy, ez, hogy valamire el kell költeni, akkor látni fogjuk, hogy mire fogjuk költeni. A kamatszint is ki fog derülni, szóval nem is igazából ért, nem is értem, hogy, hogy miért kell ezzel kapcsolatban titkolozni. Hát ez az illetékesek biztos tudják. Jó, na hát szerintem nagyjából erre jutottunk. Érdekes kérdés ez a kínai hitel. Ez volt a mai elemzésünk. Köszi, Feri. Köszi, hello. Ja. Ez itt a STEX, gazdasági gyors elemzések közérthetően. Kövessetek minket, ne csak itt a Youtube-on, hanem a Facebook oldalunkon is, ahol kommentálni és vitázni is lehet.